Jó estét kívánok! A fehérvári beszélgetéseket látják. Egy igazán jó ízű beszélgetésre számítok a mai este folyamán, hiszen egy szakmabelihez van szerencsém. A stúdióban köszöntetem Benkő Andrát, a Kossuth Rádió tudósítóját, illetve szerkesztő műsorvezetőjét, aki nemrégiben egy rangos díjat is kapott, erről és róla fogunk beszélgetni a mai műsorban. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy meghívtatok. No, hát sok mindent szeretnék veled átbeszélni, de kezdjük először azzal, hogy te egy csákberényi lány vagy, illetve másod magaddal, hiszen ikrek vagytok, van egy ikertestvéred. Mesélj egy picit a gyerekkorodról, illetve kettőtökről, mennyire vitt más merre az élet titeket, és álmodoztál-e már kiskorodban, gyermekkorodban arról, hogy te mondjuk a Kossuth Rádió tudósítója leszel? Gyermekkorom meghatározó élménye az, hogy Kossuth Rádiót hallgatunk. De természetesen eszembe se jutott, hogy én Kossuth Rádióban dolgoznék, vagy hogy egyáltalán újságíró pályára mennék. Annyi élményem van erről az újságírói szakmáról, de hogy ez honnan jött, nem tudom, mert már akkor ezek a tervidőszakok már nem éltek, amikor ugye megvolt, hogy nem tudom mennyi munkát kell ellátni, és akkor ilyen versenyezni egymás között. De arra emlékszem, hogy a csákberényi kertben kapálgattuk ott, a kicsike voltam még akkor, nagyon kapálgattuk az epret, és akkor én egy tudósítást fogalmaztam arról, hogy dolgoznak az asszonyok a földön, és hogy mennyi epret fognak leszedni majd, amikor ez szépen ott majd megérik. Ez egy nagyon-nagyon pici, apró, hétköznapi élmény, és azért fura a dolog, mert hogy ennyire megmaradt bennem. Persze azért az írás, mint olyan, az mindig foglalkoztatott. Ez pedig egy álomhoz köthető, illetve több álomhoz köthető. Az álmok nagyon jelentősek az én életemben. De ez az álom, amivel indult ez a dolog, ez pedig úgy történt, hogy álmodtam egy történetet. És annyira bennem volt, és annyira jónak találtam a sztorit, hogy amikor fölébredtem, akkor le akartam írni. És le is írtam, tehát nagyon sokáig meg is volt ez a talán negyedik osztályos füzetem, amiben én ezt a történetet elkezdtem. És ott akadt meg a dolog, hogy azt gondoltam, hogy ez nem egy kis novella, meg nem egy kis elbeszélés, vagy egy mese, hanem hogy ennek regénynek kéne lenni. Hát aztán regényírásra nem volt lehetőség, mert azért nagyon sok mindennel kellett nekünk otthon foglalkozni. Nagy volt a kert, hát abban az időben még a gyerekeket nagyon befogták, tehát nem nagyon volt ideje az embernek arra, hogy ilyenekkel foglalkozzon. Úgyhogy hát tulajdonképpen így indult innen ebből a helyzetből az én kis pályám, de az teljesen egyértelmű volt, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Ugye az első szakmám az óvónő, és aztán tanítónő lettem az osztályfőnökünknek a javaslatára. Tehát az anyukámnak a tyúkanyósága ez hozta magával ezt, hogy mindenképpen gyerekekkel foglalkozni, mert a mama sajnos már nem él az édesanyám, de a világ legjobb édesanyja volt, hát nekem biztosan. Ő tényleg olyan személy volt, akire úgy nézek ma is, hogy ilyen Isten áldott a pedagógus tehetség. Tehát mint a mágnes olyan volt, tehát, hogy megjelent a környéken valami gyerek, az tuti biztos nála kötött ki. És egy pici, egy ceruzával, egy kis papírdarabbal el tudta őket varázsolni. Akkor innen jött, hogy tanítópályát választottad. Így és van. Azért jó pár évet eltöltöttél ebben a szakmában. Honnan jött a váltás? És hogyha jól tudom, akkor volt azért itt kitekintés is már először a médiában. Ugye a Városi TV-ben is igen, megfordultál. Mesélj picit erről. 10 évig tanítottam. Aztán az életem úgy alakult, hogy életemben először egy lakásba élhettem egy cicával, egy Zsömi nevű cicával, aki az egész életemet úgy, ahogy volt, felborította. Nagyon-nagyon szerettem, de nem ez volt a lényege, és ma sem így nézek az állatokra, hogy egyszerű érzelmi kötődés, mert jaj, de cuki, hanem a személyiségével, azzal az intellektussal, ami rá jellemző volt, annyira meglepett engem, hogy én azt gondoltam, hogy muszáj lenne valamit tenni értük, úgy ámblok az állatokért. És akkor indítottunk egy gyűjtést a Meneinek a javára.
De akkor én már gondolkodtam, hogy ezt nekem muszáj lenne mindenkinek elmondani, tehát mindarra, amire én rájöttem, ott a Zsömike mellett, azt meg kellene osztanom mással. Hát nem maradhat ez így, hogy az emberek ne tudják, hogy kiket bántanak, kit rúgnak ki a lakásukból, az életükből, amikor milyen csodálatos lények ők. Szóval így indult ez a dolog. Hogy az állatvédelem kezdett el érdekelni. Hogy az állatvédelem, így van, és hogy én ezt mindenképpen el akartam mindenkinek mondani. Meg akartam osztani mindenkivel. Hát ez egy ilyen pedagógus adottság szerintem. És hát hónapokon keresztül vívódtam, hogy na de hogy. És kitaláltam, hogy elmegyek a Vörösmarty Rádióba. Akkor már működött a Vörösmarty Rádió azzal a nagyon alapkezdő csapattal, akik közül egyébként nagyon sok kollégát most különböző kereskedelmi tévéknél látok, és ilyen boldogság rádió volt az, mert mindenki bement, és azt csinálta, amit akart. De hogy kerültem oda, Nagy Judit, aki a tévének is volt főszerkesztője, vezetője, ő volt a Vörösmarty Rádióban, én bekopogtattam, persze azért azt nem mondom, hogy nagyon bátran, mert azért tényleg hónapokon keresztül gyűjtöttem az önbizalmat hozzá, mert méretetlenül kis önbizalmam volt. Most sincsen sok egyébként, csak most már leplezenni tudom, tudom palástani a dolgot. Szóval bementem, és akkor mondtam, hogy hát én illetve nem mondtam, hogy állatvédelemmel szeretnék foglalkozni, csak azt mondtam neki, hogy én szeretnék rádiózni. És akkor így rám nézett, és akkor hát jó, talált ki, hogy mivel szeretné, vagy egyáltalán milyen műsorra, vagy milyen téma érdekel, aztán majd gyere vissza. És hát én azt gondoltam, hogy hát nem kell ezen nekem gondolkodni, de azt meg éreztem benne, hogy jó van, majd egyszer, nem tudom, valami lesz belőle, vagy nem biztos. És akkor mondtam neki, hogy ezen nem kell nekem gondolkodni, hogy én állatvédelemmel szeretnék foglalkozni, állatvédelemmel és természetvédelemmel, mert ez a kettő abszolút összekötődött akkor már nálam erősen. És akkor azt mondta, hogy várj egy kicsit, és bement a Hók Tamás volt, aki a kis vágóban éppen dolgozott, és akkor mondta, hogy na menjél be a Tamáshoz. Na a Tamás meg pont egy olyan műsort csinált, egy állatvédős műsort csinált, amiben aztán később én is elkezdtem dolgozni, és mondta, hogy ki vagy te, Benkő Andi? Azt mondja, én meg éppen téged kerestelek, mert hogy én meg veled akartam interjút csinálni, amiatt, mert hogy gyűjtést indítottunk ugye a gyerekeimmel a Herosznak. Akkor valaki mondta. Jött ki a dolog. Igen, tehát valahogy azóta is azt érzem, hogy az embernek van egy jó szándéka, azt felülről is támogatják, és akkor nyílnak a kapuk, én tulajdonképpen csak így mentem. Mindig amerre nyílt a kapu, meg a szándékom a jó akaratom mentén. Azért a Vörösmarty Rádióban is lehúztál egy pár évet, és mellett ugye beszéltünk a tévéről is. Ez párhuzamosan zajlott, vagy hogy talált meg a tévé lehetőséget? Igen, mert amikor Judit volt a főszerkesztő, akkor ugye a Vörösmarty Rádióban elkezdtem rádiózni, és akkor egyszer csak mondta, hogy hát nincs kedved, egy hasonló tematikájú dolgot csinálni a tévében, és mondtam, hogy nagyon is volna kedvem hozzá, és azt beszéltük meg, hogy ne egy ilyen ijesztgetős, jaj, mi lesz majd műsor legyen, hanem egy kicsit olyan más szemléletű. És arra emlékszem, hogy az alapötlet az volt, hogy én elmentem egy olyan ideg sebészhez, aki egy különleges, érdekes vizsgálatot folytatott. Az anyukájának a lándzsarózsájának a levelére rácsiptetett EEG-t, mert hogy olvasta valami indiai lapban, hogy a növények reagálnak arra, amit ő mond vagy csinál. És mondta, hogy hát erre annyira kíváncsi volt, hát ő nem ezzel foglalkozott, de hogy kíváncsi volt rá, hogy ez most tényleg működik-e. És akkor mondta, hogy bevitte azt a virágot, és akkor ugye ennek egy kicsit vaskosabb levele van, arra rácsiptette az EEG-t, és mondta neki, hogy szeretlek. És akkor hát megmutatta, nem voltunk ott a kísérletnél, de megmutatta a papírt, és utólag is azt gondolom, hogy nem volt semmiféle értelme annak, hogy ő hazudjon, vagy más mondjon, pláne országvilág előtt, ugye most akkor ilyen hülyeséget mondjon. Szóval a lényeg az, hogy mutatott nekünk, arra emlékszem, hogy ilyen jó vaskos papír volt, ilyen jó széles, és mutatta, hogy na nézzük meg, itt mondtam neki, hogy szeretlek, és hogy ilyen kis mintázatot rajzolta a növény.
illetve hát az ugye a gép maga. És aztán utána fogott egy ollót, odavitte, és akkor mondta, hogy levágom a leveledet. És akkor sokkal magasabb tüskéket rajzolt, és a végén fogott egy gyufát, vagy nem tudom, öngyújtót, és mondta, hogy meggyújtom a leveledet, és abban a pillanatban akkora tüskéket rajzolt a növényke, hogy tényleg a papírra nem fért rá. És az volt a megdöbbentő, hogy amikor kiment a papír, azt is megmutatta, hogy amikor ő ugye fogta a ceruzáját, vagy a tollát, hogy na akkor ide ráírom, hogy itt azt mondtam neki, hogy, de nem kapcsolta ki a gépet. És ahogy csak gondolta arra a dologra, hogy szeretlek, és írta le, abban a pillanatban ugyanazt a mintázatot írta a növény, mint először. És mind a három variáció ugyanaz lett. Uh-huh. Szóval ez egy olyan dolog, ami akkor nagyon meglepő volt számomra, egy kicsit, nem kicsit kételkedtem is, hogy ez létezik. A fura dolog az, hogy amikor a Kossuth Rádióban, a Tudomány hangjaiban dolgoztam, és imádtam azt a műsort, akkor elmentem az ELTE-re, és ott egy kutatóval beszéltem arról is, hogy hogyan is működnek a növények, a fák alvó mozgásáról, hát ugye ezek most már köztudott dolgok, hogy micsoda intelligens lények a növények is, és mondtam neki ezt a történetet, hogy elmesélhetem, mert mondom, ön talán nem fog kinevetni érte, és azt mondta, hogy ezek már bizonyított tények, hogy így van. Úgyhogy milyen érdekes, hogy az ember élete csinál egy ilyen kunkort, és ami engem elindított, most egyszer csak találkozom vele, és azt képviselhetem végre, és meggyőződhetem arról, hogy igen, ez így van, és ezt én jól gondoltam akkor. No, tehát akkor a tévében is ezzel tudtál foglalkozni, igen. És ugye későbbiekben pedig, amikor már egy komoly elhatározás jött, hogy akkor te erről szerzel diplomát is, akkor ugye úgy valahogy a Kossuth Rádió is belejött, belecsempésződött az életedbe, Györfi tanár úron keresztül, ha jól tudom. Van. Hát ő ugye mindannyiunknak a atya úristen volt annak idején a Kodolányin. Nagyon szerettem én is őt. Nagyon jó tanár volt. Miért gondolta azt, hogy te lehetsz a sok-sok hallgató közül éppen erre a posztra vagy pozícióra alkalmas? Azt hiszem, hogy nem voltam lusta, és csináltam olyan felvételeket, amelyek alapján egyébként a Vörösmarty Rádióba főállásba felvettek. Tehát mondtad, hogy aki akar, ugye volt egy, mondtam, hogy ilyen kezdő csapat, és akkor ott mindenkinek búcsút intettek, és azt mondták, amikor ugye új vezetője lett a főiskolának, hogy aki szeretne dolgozni egyébként a Vörösmarty Rádióban, az dolgozhat, de hogy akkor itt újra szervezik az egészet, és akkor Györfi tanár úrnak kéne megmutatni, hogy mit tud az ember csinálni, és akkor hát én is mutattam neki jó néhány felvételt, és ugye ahogy elkezdtünk dolgozni, akkor is hallgatta a Vörösmarty Rádiót, hiszen szakmai vezetőként, akkor ő segített bennünket ebben a munkában, és aztán úgy döntött, hogy akkor nekem szól. És akkor így mentem a Kossuth Rádióhoz. És hát ez már jó sok évvel ezelőtt volt. Már nem is tudom, hogy hány évtizede. Azóta is hát a Fejér megyei tudósítója vagy a Kossuth Rádiónak. Egy picit beszéljünk erről a munkáról, mert hát nagyon sokrétű és nagyon sokféle műsorban tevékenykedsz a mai napig, igen. És nagyon sok műfajban. Tehát azért nem lehet olyan egyszerű mindig minden műsorban napra készen tudni azt, hogy most mi a dolgom, illetve hát kell tudni, igen, hogy egy kicsit ezek a műfajváltások, ezek nem lehetnek annyira egyszerűek. Meg ugye hát nyilván egy-egy műsornak az időtartama is korlátozni tudja ezt. Igen. Éppen a múltkor gondolkodtam azon, hogy gyakorlatilag már nincs olyan műfaj talán a rádióban, a talánt azért mondom, mert nem tudom, hogy mindent jól ismerek-e, de egyébként azt gondolom, hogy talán nincsen tényleg olyan műfaj, amit ne csináltam volna. Tehát most az elmúlt évben, meg előtte már csináltam szombat délelőtt műsorokat, amelyek kitelepülések voltak. Tehát élő műsort csináltam, kulturális műsort, a belépőt, nagyon sokáig a kezdőcsapatban voltam, aztán ugye ezt cseréltem le a Tudomány hangjaira, ami egy szerkesztett, összerakott műsor. De akkor, amikor a szombat délelőtt is bejött a képbe, ugye az egy teljesen más munka, amikor egy csapatot kell irányítani hangtechnikusokkal, közvetítőkocsival, mindennel, és az egy jó kis kihívás volt. Én azt hiszem, hogy
az volt a jó, hogy ezek mindig fokozatosan jöttek. Először csak az ember tudósított, krónikázott, aztán jöttek, hogy magazinműsor. Tehát én azt hiszem, hogy az nagyon jó így, hogy így folyamatosan mindig jött egy újabb és újabb kihívás, és az ember szépen beletanult. És most tényleg ugyanúgy ilyen vagyunk néhányan így a rádióban, hogy ilyen, hogy is mondjam, szuper csapatként bárhova bevethetők vagyunk, mert hogy mindenféle területet kipróbáltunk már. Ugye te nagyjából azért itt vagy Fehérváron. Igen. Hogy kell elképzelni a munkádat? Reggel csörög a telefon, mondják, hogy hova kell menni, milyen műsorba készítsed, és akkor otthon összerakod. Amikor olyan hetem van, amikor műsor szerkeztek, akkor azért befolyásolja az elvállalt többi munkát, hogy arra is jusson idő, hogy a saját műsoromat összerakjam. Most a Családok Történetek műsort szerkeztem, egyik szerkesztője vagyok, hárman vagyunk, Süveges Gergő, Füredi Zsolti és én, és ez lett a díjnyertes műsorunk is egyébként, vagy legalábbis ennek két darabja volt jelölt, és egy lett nyertes. És van a Nagyok című műsorunk, ami szintén egy nagyon-nagyon jó műsor, ez egy zenés portré műsor. Minden olyan embert összeszedünk, én természetesen a saját házam tájára igyekszem fókuszálni, akik valamilyen magas díjat kaptak, állami kitüntetést, vagy olyan díjat, ami tényleg egy komoly munkát rejt a hát mögött, és ezeket az embereket kell megkeresni. Szóval úgy indul ez a dolog, hogy amikor ezek vannak, akkor lehet, hogy kevesebbet tudok elvállalni a napi munkából. De tényleg így van, hogy rácsörögnek az emberre, ez egy kicsit olyan most, hogy a Jó reggelt Magyarország műsornak is elkezdtünk dolgozni, hogy nem tudja kiszámítani az ember, hogy egész nap mit fog csinálni. Ez egy nagyon hátulütője ennek a dolognak, mert nehéz úgy élni, hogy nem tudja az ember, hogy mi van egy óra múlva, vagy mikor mit szólnak. Ma is két váratlan feladatot kaptam. Hála Isten, azért sikerül a sok-sok jó kapcsolatom miatt megoldani. De hát nem egyszerű. És hát ugye tényleg mindenféle műsorban dolgozom. Ez úgy megy, hogy fölhív a szerkesztő kolléga, és akkor léci-léci, és akkor léci-léci, és akkor nekem is legközelebb majd így működik a dolog, mert ugye kevesen vagyunk, nagyon sok a munka, de hát ha az ember jót tesz mással, akkor ő is majd számíthat rá. És tényleg így van, hogy én is találok ki riportokat, elsősorban én ajánlok, de hát van olyan, amit ők találnak ki, és akkor hívnak, hogy na ez vagy az kéne, és akkor csináljuk. Ez közül a sok minden közül mi a kedvenc témád, mik azok, amik a legjobban foglalkoztatnak? Hát azt tudjuk, hogy a család az igen, amiért igen, ugye díjat is kaptad, erről még azért beszélünk egy pár szót. És melyik a kedvenc műfajod, melyiket szereted a legjobban csinálni? Nagyon szerettem, most már nem csinálom, de még futó műsorunk a regényes történelem, ahol történelmi legendáknak jártunk utána. Na, ezt meg lehetett úgy csinálni, hogy egy kicsit olyan hangjátékszerű legyen. Vadászni lehetett mindenféle jó kis hangokat bele. Tehát volt olyan a Csákvári Báradszázi barlang például, egy ilyen nagyon jó példa erre, hogy én se tudtam, hogy ez a barlang ott van, hogy római kori felirat van az első kövén, tehát ahogy az ember oda bemenne, és hogy iszonyat jó története van. És hát ugye kardfogú tigris volt abban a barlangban, és a fiam, aki most már 17 és fél éves, és hát kollégám is tulajdonképpen a Táska Rádióban dolgozik a Láncos Kornél gimiben. Hát dolgozik, mondom én, hogy ott tanul, de egyébként tényleg dolgozik. Szóval őt kértem meg, hogy segítsen nekem, kisfiam, kéne egy kardfogú tigris hang, és annyira édes, mert annyira lelkesen tud segíteni, és hát mindenféle ilyen angol nyelvű honlapokat böngész át, hogy na, mi az, ami elfogadható lenne kardfogú tigris, nyilván nem tudunk kardfogú tigris hangot vadászni, de hát valami ahhoz hasonlott, hogy hiteles legyen, hogy el tudja hinni a hallgató, hogy szóval rengeteg ilyen volt. Na, ezt a műfajt nagyon szeretem. Nagyon-nagyon macerás, nagyon munkás, sok napos, mire az ember összevágja, nagyon jó történeteket mondanak el abból, jaj, mit hagyjak ki, ez a legnehezebb ebből a munkában, ezt te is tudod, igen, hogy amikor valaki jó sok jót mond, és akkor jaj, mi maradjon ki, és az ember szenved vele éjszakáig, meg másnap éjszakáig is. Szóval ezt nagyon szerettem. De én tulajdonképpen mindegyiket szerettem, és azzal sincs bajom, ha mondjuk, mit tudom én, egy élő bejelentkezést kell csinálni, egy picike kis rövid tudósítást, mert az ember akkor azon gondolkodik, hogy lehetne úgy feldobni, hogy az érdekes legyen.
Igen, hát az az egyik legfontosabb kihívás igen, számunkra, ugye? Így van. De akkor ezek szerint már meg is van az utánpótlás. Igen. Hiszen, ahogy emlegetted, ugye Dani fiad most már kolléga, és most, ha jól tudom, a Szóval Győzni versenyben is indul. Igen, igen. Úgyhogy ti most így egymásnak azért kiegészíthetitek a munkátokat. És nagyon jó, mert iszonyat jókat lehet vele beszélgetni. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk, rengeteget beszélgetünk, és szakmai dolgokban is azt hiszem, hogy tudom segíteni őt. Mert ugye ő is szembesül egy csomó mindennel. Bár ő azért nem annyira a beszélgetős műfajnak a rabja, hanem a zenéjé. Tehát ilyen iszonyat memóriája van, olyan dolgokra emlékszik, zene, szerzők, hát ugye a könnyű műfajon belül, feldolgozások, nagyon jó füle van, tehát vannak ilyen különleges, tényleg különleges képességei. Jobb a füle, jóval, pici korától kezdve ilyen túlhallása van szerintem. Nem vizsgáltattuk, de minden jelenre mutat. Van egy hangmérnök apukája, azért azt ne felejtsük el. Igen, igen, igen. Hát volt honnan örökölje, persze. Igen. És érdekes, hogy ő azért egy kicsit olyan abszolút vegyes lett, tehát hogy a technikai része is nagyon érdekli ennek az egésznek, tehát az informatikai része, a hangtechnikai része, ugye ez az apai vonal, és aztán a másik része, hogy hogyan lehet jól felkonferálni valamit, jó kapcsolatot teremteni a hallgatókkal, érdekes dolgokat mondani, és azzal valahogy oda vonzani a füleket, az meg egy kicsit talán tőlem jön. Úgyhogy ilyen nagyon jó kis vegyes felvágott a Dani. De azért a te részedet se felejtsük el annak az apropóját, ami miatt a mai műsorban meghívtalak, hogy ugye egy nagyon rangos díjat most már többször emlegettük, átvehettetek itt évelején, a 19-es év média családért díját az Emmy-nek. Igen. Ez mit jelent számodra? Valahol nyilván egy visszacsatolás, egy visszaigazolás, hogy valamit jól csinálsz. Igen. Nagyon fontos ez, persze nagyon megtisztelő is volt, és egyáltalán nem számítottam rá. Amikor őszintén megmondom, jelöltek, nem is tudtam, hogy ez az egész micsoda. Tehát persze, hogy hallottam, hogy média családért díj, hiszen nagyon régóta megy ez már, de amikor felhívtak, a Képmás magazintól hívtak föl, és én nem raktam össze, hogy a Képmás magazin áll emögött, a díj mögött. És amikor mondták, hogy az előző évnek, ugye én a 2018-as év decemberi, illetve nem, 2019-es évnek már a januári műsorát jelölték, akkor én mondtam, hogy jó, hát igen. És akkor fölhívtak két hónap múlva, hogy azt a műsorunkat is jelölték. Tehát abban a szerencsés helyzetben voltunk, ugye itt minden hónapban a média teljes területéről választanak egy riportot, tévéműsort, rádiót, mindenféle műfajtól függetlenül, vagy újság, tehát nyomtatott sajtóból, egy valamit választanak ki. És mi a 12 hónapból a Családok Történetek műsorunkkal 2 hónap győztesei lettünk, és ebből lett az egyik az, amivel végül is az Emmy-nek a külön díját megnyertük. Tehát ez egy azért fontos műsor számomra, mert hát anyukaként én is azt az életet élem, amikor egy csomó új dolog jön az életünkben. Tehát én azt nagyon komolyan gondolom, hogy a családoknak ma nagyon nagy szüksége van segítségre, hiszen egy csomó minden megváltozott. A régi nagymamáinkat már nem tudjuk kérdezni, hogy meg a szüleinket sem, hogy hogyan kéne például ezt az iszonyatos, felpörgetett életünket lelassítani. Hogy fogjuk a gyerekeinket emberi módon nevelni úgy, hogy majd figyeljenek ránk is, egymásra is, amikor nem kommunikálnak egymással, hiszen mindig csak nyomgodják. De azért nem szabad őket visszavonni se ettől, mert akkor nem lesz a munkaerőpiacon esélyük arra, hogy tényleg előre menjenek. Tehát csomó dolog van, ami régi probléma, szülési traumák például, hogy hogyan viseli el az ember, hogyan segítünk egymásnak, tudunk-e segíteni azzal, hogy elmondjuk a történeteinket, és tudunk segíteni szerintem. Vagy az, hogy mondjuk az óvodásokkal mi lesz, hát most már ugye bekerülnek az oviba olyan gyerekek, akik nem tudnak se kúszni, se mászni, nem tudnak beszélni, mert ők is otthon nyomogatják, a szülők nem érnek rá, mert elfoglaltak, nagyon sokat dolgoznak, szóval van egy csomó új helyzet, amire megoldást kellene találni. És azt hiszem, hogy ebben a dologban a médiának óriási felelőssége van. Tehát ha mi meg tudjuk mutatni, hogy
milyen megoldásokat találnak a szakemberek. Persze a technika már nagyon előre rohant, tehát nagyon sok mindenben csak kullogunk utánuk, meg a kutatások is nagyon le vannak maradva még, de amit lehet, azt el kell mondani, meg kell mutatni, hogy itt hogyan kell valamiféle mérsékleteséget tartani, valami középutat találni. Szóval én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon fontos, hogy az ember segítse a mostani családokat. Úgyhogy ebben próbálkozunk mi segíteni. Hát én köszönöm szépen, hogy eljöttél és meséltél nekünk magadról. Ez az idő, ez én azt gondolom, hogy semmire nem volt még elég. Még tudnám órákig folytatni veled ezt a beszélgetést, de minden esetre azt kívánom neked, hogy nagyon-nagyon sokáig tudjál még segíteni sok mindenkinek a műsoraidon keresztül. Nagyon lássuk még, köszönöm. És halljunk még sokat rólad. Így lesz, reméljük. Köszönjük szépen. Köszönöm én is. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Szép estét!